Egyenes. Alapvetően a... Tehát... A lényeg az, hogy ortály... Azt hiszem... A lényeg, hogy rendes akok, ennyi. Nem tudom máshogy elmondani, rendes akok. Tudom, gyilalmas, igazából azt sem tudom, miért csinálom ezt a videót. De... Csinálom, leszem többit. Na, tehát kezdjük azt, hogy megmutatom, hogy mi hogy néz ki, ami egy picit sokkoló lehet. De aki ismer, az tudja, hogy... Na, aki ismer, annak tényleg nem lesz sokkoló, mondjuk amit sítávolra szoktam művelni. Így egy nap után, hogy kinéz az ágyam, szóval most így nagyjából azt kell elképzelni, így az egész lakásnak a... nem tudom beszélni. Kezdődjön a túra. Save me.
meg vagyok. Mennyi ez? 39 percet vettem. Videóval. És közül újra indítottam a számítógépet. Szóval... annyira nem biztos. Ezt, hogyha minden héten megcsináljuk, akkor az még akár működhet is. Mindegy, a lényeg az, hogy miközben mosogattam, rájöttem, hogy így tök jó lehetne egy olyan projektet csinálni, hogy ki mekkora tornyot tud építeni a mosogatott cuccaiból, és tudom, hogyha most a videómnak az lenne a neve, hogy How High Tower Washing, valami ilyesmi, akkor biztos, hogy több mint egy hetén több száz videó respond érkezne, és ez tök jó. Szerintem. Szóval most jön az a rész, hogy kéne tanulni. Ugye ez mindig is egy ilyen sarkalatos pontja volt így az életemnek. Meg mostanában elég gyakran. Viszont szeretném megköszönni azoknak, akik így erre a bejegyzésemre reagáltak, mely tökre sok válasz érkezett, és szerintem így az emberek is, vagy hát akik írtak, vagy nem tudom, nekem így jó esett. Szóval aranyosak vagytok, én csak így tudom. És szerintem is sikerült is, hogy most kedden, amikor nem aludtam egész nap, hanem csináltam azt a két baldandót, akkor először éreztem azt, hogy hogy én milyen fasz a gyerek vagyok, és hogy tökre jól tudok tanulni. És ennek meg is lett az eredménye, szerdán bevittem ugye a vásod nélkül, és azután a baldandókat is így elfogadták, meg tök jó lett, és az egészet magamtól csináltam meg, szóval így büszkés vagyok magamra. Csak hát így most a mai kérdés, mindjárt nézem, mennyi az idő. Tehát alapvetően 5:30, ami azt jelenti, hogy hogy még így 4 órát tudnék tanulni, ami mondjuk kell is kell csinálni baldandót, egyet, prezentáció még egy, de azért ettől most egy picit félek, most már úgy érzem, hogy mai tök jó nem például semmi, de egész hétvégén dolgozni kell, és emiatt lehet, hogy nem fog összejönni, de én akkor is szurkolok magamnak és annak. Jó, ember elkezdi azt, hogy meg a szár közben tud tanulni, mert hogy megnézi a izéket, megnézi a dolgokat, közben pedig lemutolja a tévét, de közben is nézi a tévét, szóval ez ilyen kibaszott nagy baromság. És ne beszéljek ilyen csúnyán. Tudom, hogy Bogi az szép kommentet fog arra írni, hogy mi a fasz ez a videó, meg hogy miért csinálom, de ez engem most kivételesen nem érdekel. Inkább az, hogy srácok, ti ott Szegeden hiányoztok, TV velem már szeretnék meginni egy sört, amúgy is boldog szülinapot. Juhely! Most néztük meg az alapanyag utolsóval. Ezt a tetkót már akartam így mutatni. Ez egy ilyen tök menó Twilight-os tetoválás. Alkonyat, és kurva jó volt a film. Homályos vagyok? Tényleg homályos vagyok? Nem vagyok homályos. Na jó van, ennyi. Mindenkinek kellemes hétvégét, és majd beszélünk.